Polgármester úr, tisztelt komlói polgárok, kedves éneklő fiatalok, éppen kérni akartam, hogy a dombóváriak tegyék az ernyőt a fejük felé, nehogy véletlenül megbánják, hogy eljöttek erre a fesztiválra. Úgy tudom, hogy Dombóvár és Komló az mindig nemes versengésben volt egymással, és azt mondta a polgármester úr, hogy a legtűrőképesebbek és a legellenálló képesebbek a dombóváriak, ezért ülnek a napos helyen, úgyhogy sok sikert továbbra is a fesztiválon. You are welcome in Hungary. I am a minister for culture and for other things in the Hungarian government. It's very nice that you came from Holland to us. You are not the first group from Holland in this town. When I was a child, that was a hard time for this city and for Hungary, and it was built a Protestant church in this small city, Harformkirk, and some support, so much support came from your country. Your fathers and your grandfathers came here to work and to help the Hungarian Protestants, and that was a real help for us. Welcome in Hungary. It is a hot country, it is a hot atmosphere here. Enjoy this day here. Gondolom, hogy... Thank you. Gondolom, hogy nem egy nagy kockázat, ha azt mondom itt a fesztivál elején, hogy énekelni jó. És hogyha ennél valami jobb, akkor együtt énekelni még jobb. Az meg különösen jó érzés olyanokkal együtt énekelni, akiktől elválasz bennünket egy határ, és mégis magyarul énekelnek. Mert az a dolgunk, hogy ezeken a határokon keresztül mi mégiscsak tudjuk, hogy egy közösséghez tartozunk, úgyhogy a Erdélyből érkezett fiatalokat külön szeretettel köszöntöm. És azokat is, akik, hogy is mondják, Hunniából érkeztek, ugye Pannonia az a Dunántúl, Hunnia az Kelet-Magyarország, úgyhogy a gödöllőiek, a debreceniek. Örülök, hogy itt vagyunk, hiszen nincs annál nagyobb élmény, mikor elmegy az ember az ország másik részébe, vagy Európa egy másik részébe, és akkor ott is énekelnek. És még ráadásul ugyanazon a nyelven, és ugyanazt a zenét énekeljük. Én azért jöttem ide, hogy elmondjam, hogy én is megtapasztaltam ezt gyerekkoromban. Én 8 évesen kezdtem el kórusba énekelni, és még mindig énekelek, ha van rá lehetőség. A zene, a közös éneklés az azért egy különösen jó dolog, mert hogy katarzist okoz az embernek. A katarzis az azt jelenti, hogy megtisztulunk, hogy fölemelkedünk, hogy jobbak vagyunk, mint egyébként lennénk, és ehhez kell a tiszta hang, a tiszta hangzás. Ez itt bizonyára meg lesz, és Kodály Zoltán rengeteget tett azért, hogy ebben az országban mi tiszta hangon énekeljünk, és ne csak énekeljünk, hanem tiszta hangon is beszéljünk egymással. Azóta sok idő eltelt, és bizony azt kell mondani, hogy ma kevesebbet éneklünk, mint énekeltünk 5 évvel, 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, de azért milyen jó, hogy Komló városa kitartott, és 40 év óta megrendezi ezt a fesztivált. Azt mondják, hogy a zene fölemel, az valóban fölemeli a lelkünket, és fölmutatja azt a harmóniát, ami benne van az életünkben, csak nem mindig veszük észre a szürke hétköznapokba. Úgyhogy köszönet Komlónak, még ha megengedik, azt is mondanám, azt hiszem 16 éves lehettem, amikor a Tisztelet Komlónak című könyvet elolvastam erről a számomra különös városról, és ha szabad elmondani, én itten 11-nehány évesen a református templom építésénél betont is kevertem. Ebben a városban templomot lehetett építeni, annak idején ez egy nagy dolog volt. És tisztelet azoknak, akik életben tartják a hagyományt. Tóth Ferenc Karnagy urat már kiemelte polgármester úr, azt a Lisztdíjas Karnagyot, aki 40 évvel ezelőtt megálmodott valamit, és azóta is vannak, akik követik. Ebből él egy város, ha vannak ilyen emberek, ilyen elkötelezett emberek. Örülök, hogy mi is támogathatjuk ezt a gyönyörű kórus találkozót. Örülök, hogy tovább viszik Kodály Zoltán hagyományát, hiszen mi magyarok, most így a határokon belül már kevesebb ásványkincsünk van, de van emberi kincsünk, emberi erőforrásunk, nemzeti kincsünk. Kodály Zoltán Hungarikum, Kodály Zoltán művének a továbbvitele, ez mindannyiunknak a kötelessége és lehetősége. És ha szabad azt mondani, nekünk idősödő embereknek a legnagyobb öröm az, hogy vannak fiatalok, vannak gyerekek, akik magyarul énekelnek. Ha ez
így lesz 10 év múlva, 20 év múlva, 300 év múlva, meg 1000 év múlva is, akkor egy boldog országnak a folytatása lehetünk. Köszönöm, hogy meghallgattak.